Üresek a padok a nyírbátoriak egyik kedvenc találkahelyén a papokrétjén. Ami nem meglepő, mivel mungaképek zajától hangos a környék. Markoló szedi ki a felesleges iszapot a tóból, és már elkezdődtek a sétány felújításának munkálatai is. Nem messze, a görög-katolikus bölcsőre építésén dolgoznak. A Báthori István Múzeumban pedig már készülnek a hamarosan kezdődő felújításra. Máté Antal polgármester elmondása szerint a jelenleg futó beruházások mellett több projekt is előkészületi fázisban van a városban. Fontos helyszínen vagyunk itt a papokréti tónál, hiszen itt több olyan a város jövője szempontjából meghatározó beruházás zajlik, ami azt gondolom, hogy a következő években és évtizedben is jelentős fejlesztést jelent. Nyilván a többség az az idegenforgalomhoz kapcsolódik, hiszen itt a templom környezetében vagyunk. Egyfelől igen, a sétány bővítése az egy rendkívül fontos beruházás, ami már elkezdődött, ezt a megyei önkormányzattal közösen valósítjuk meg. De a tó túloldalán egy kiemelt állami beruházásban a Báthori István Múzeum is teljesen új arculatot és új tárlatot és új kiállítást fog tudni megnyitni a következő években. És ez a helyszín nem csak műemlékileg fontos, hanem nagyon sok infrastrukturális ellátást is biztosítunk, hiszen ugyanúgy a másik oldalon pedig egy egyházi fejlesztésben a görög-katolikus bölcsőde épül, ami meg pedig a város lakosság megtartó és lakosságvonzó képessége szempontjából fontos. Úgyhogy nagyon sok partnerrel, nagyon sok beruházás indul ebben az évben is, és nagyon sok pályázatot is készítünk elő a jövőben. Az önkormányzat által biztosított saját erő mellett egyházi, állami és uniós forrásból finanszírozzák a nyírbátori beruházásokat. Önmagában a múzeum az több milliárdos tételt jelent, őt nyilván még a közbeszerzések, a költözéssel kapcsolatos költségek még pontosításra kerülnek, de itt több milliárdról beszélünk. Maga a sétánybővítés és a lovarda fejlesztés, ami egy csomagban van, az nagyjából egy 300 millió forintos összeget jelent, és nagyjából a bölcsőde is ennyi, de hát itt a következő években ettől nagyobb volumenű projektekben is gondolkodunk, hiszen a kormánnyal közösen dolgozunk az elkerülő út építésén, ami önmagában több 10 milliárdot is felemészt, és hát nyilván, ahogy megyünk előre az időben, itt azért majd még a költségek alakulása is megkérdőjeleződik. Nyírbátorban másfél éve adták át azt az épületet, amelyben önkormányzati bérlakásokhoz jutottak pályakezdő fiatalok. A szomszéd telken ismét elkezdődött az építkezés. Folytatni szeretnénk az önkormányzati bérlakások építését, ez egy nagyon sikeres program, nagyon sok fiatal jelentkezett, és be is költöztek viszonylag gyorsan. Ma már megint hosszú sor áll a lakások igénylése előtt, úgyhogy azt a döntést hozta a képviselőtestület, hogy a befektető bevonásával épülő lakásokból az önkormányzat vásárol olyan ingatlanokat, amit bérlakásként fog a jövőben kiadni. Így egyszerre nem kell egy nagy tömböt megépítenünk, de minden évben tudjuk bővíteni az önkormányzati bérlakásállományt, ezt szeretnénk hosszú éveken keresztül folytatni. Nyírbátorban is készülnek a nyári szezonra. A város fürdőjében elvégezték a szükséges felújításokat, és két csendesebb év után ismét a megszokott kulturális programokkal várják majd a városlakókat és a turistákat.